Hát látjátok, ott megy tovább a nagy burma. És igen, tehát hogyha bármikor vissza kellene a forgalmat állítani rajta, akár itt, akár a másik szakaszán, ahol a 142-es vonalra keresztezik, akkor ezeket a vágányátszeléseket vissza lehet építeni. Hát nem, valószínűleg nem pont ezeket tennék vissza, amik itt vannak. Bár itt az 50-es villamosnál talán még ezt is vissza lehetne. De hát ez ugye nincsen terve. Még hosszú távúba se, hogy a Burmát azt reaktiválják. Csak mindesetre nekem az érdekes, hogy ha itt ezt meg lehetett csinálni, hogy kiveszik a keresztet, hogy feleslegesen elassítsa a villamos, mert egyébként erről volt szó már régóta, akkor Kőbánya hízalónál ezt miért nem lehet megtenni, mert ott viszont a 3-as villamos az nagyon forgalmas, azon a vágányon meg Kőbány hízalónál meg biztos, hogy soha többet nem fog onnan járni, mert mindkét irányból járhatatlan, akkor ott miért nem lehet kiszedni a keresztet, mert teljesen feleslegesen lassított verről 10-re a villamos. Hát minden, haladjunk tovább, aztán eljutunk villanytelepig, szerintem Ondastól lefele már zajlik az építkezés. És látjátok, itt már új peron épül. Tehát itt már nyomai vannak annak, hogy felújítják a villamosvonalat. Hát, csak pont erre fúj a szél megint. És látjátok, eddig már a villamosvágány is látszik, hogy új. Épül az új peron. Ez már az a hagyományos akadálymentes, amit megszoktunk. Ugye a KAF villamosoknak készítik már elő. Túloldal pedig még ez az idéglenes peron van. Itt a másik felújított pálya, legalábbis innen. Ezt itt csak egy szakaszosan újították már fel. De ott a megálló is még ugye épül, az még csak idéglenes. Na, majd kicsit ezt közelebbről megnézzük. És akkor látjátok, friss aszfalt. És ez az idéglenes megálló. És még itt fog épülni a magasított peron. Ott van még egy peron, ami még építés alatt, és valamit ott szembe is építenek. És akkor itt vagyunk Lajos-Mizsei Solompó megállóhelyen, és onnan fog kikanyarodni a pótlóbusz, ami egy Ikarusz, úgyhogy ezt biztos megvárjuk. Ja, és egyébként itt van ugye a fénysolompó, ugye egykor itt valóban karos solompó volt, innen a bakterházból mögül nem kezelték, hát most már felváltotta a fénysolompó, és hát a táblati terv az, hogy itt a szintbeni keresztezés meg fog szűnni, és külön szintet kap az Üllői út. Vagy a vasutat sülyeztik a felszín alá, vagy pedig az aluljáró épül a közúton. Szerintem a vasutat egyszerű lenne. És ráadásul úgy, hogy továbbra is felszín alatt mennek Kispest után, és csak ott a stadionnál hoznák föl. Mert akkor nem kéne két aluljárót építeni, igazából csak egyet kéne, amivel a vasút menne. Szerintem ugye megnézem a menetrendet, hogy jön-e mostanában vonat, hogyha nem kell rá nagyon sokat várni, akkor megvárom és lefilmezek itt egy szintbeni keresztet. Remélhetőleg csörgővel sikerül.
sokan innen látszik még a bakterház, ahonnan ugye a sodomport már nem kell kezelni, de hoppá, átváltott. Tehát ma mindjárt jönni fog a vonat arról, ezt megvárjuk. És pont jókor megjött a villamosportló, és mindjárt itt lesz a villamos is, az is meg fog itt állni, és remélhetőleg csörgő fog arról jönni. Hát a kevésbé van szerencsénk, akkor Putyin. Megérkeztünk a villanytelepi Dégenes végállomáshoz. Amit itt rögtön észre lehet venni, az ez a váltó, és innen a vágány kapcsolata. Most ez azért van itt, mert egykor itt volt a kocsiszín. És látjátok, innen fordul vissza a villamos. Lábban kicsit később van egy visszafogó váltó. Ott tud majd visszamenni a helyes oldalra. És ott a háttérbe, a visszafogó váltón visszamegy a menetirány szerinti jobb oldalra. Egyébként ez a visszafogó váltó az korábban is ott volt, nem most építették be. És innen mennek a villamospótlók a határút fele. Ez az épület volt az egykori villamoskocsi szín, egy kispesti. És még a neve is erre utal, na most kapcsolták fel a világítást, most már látszik is, hogy Remiz üzletház. És a villanytelep megálló meg onnan kapta a nevét, hogy meg ott mögötte van az áram átalakító, ahonnan ellátják árammal ezt a villamosvonalat, vagy legalábbis régen ellátták, amikor a nevét kapta. De az most is működik az áram átalakító. Mindjárt azt is megnézem közelebbről, ha már úgyis itt vagyok. De szerintem arról is csináltam már videót. Közelebbről most nem nézem meg, de ott van szemben az áram átalakító, és szerintem ez is egykor a BKV-hoz tartozott ez az épület, legalábbis nagyon jellegzetes. És egyébként nem is a háznak is hívják, szóval ennyibe lehet, hogy őrzi a múltját. Most látjátok, itt már le is van földelve a felső vezeték. Úgyhogy itt már biztos, hogy ez a munkaterület, itt már villamosok nem járnak. És pont ott megy a pótlóbusz, ami most egy Ikarusz. És itt egy ideiglenes megálló, mondjuk nem tudom mi célból, mert villamos itt nem áll meg, viszont látjátok, itt még sinek is vannak letéve. És mindjárt indul az Ikarusz. És ezt nézzétek, itt már látszik, hogy elkezdték csinálni a vágányt. Teljesen friss ágyazat van, valószínűleg a sinek is már újak, és ott látszik a betonaljakon is. Hát ott viszont meg le is van zárva az út, de mindegy, közelebb megyek, meglátjuk, hogy meddig jutok, lehet, hogy kerülni kell.
Most látjátok, itt ma ott a munkagép, amivel dolgoznak itt a vágányon. A frissen újra aszfaltozott átjáró. Ott egy nyomtávmérő. És innen úgy látszik, hogy nem nyúltak még a vágányhoz, de haladunk tovább, biztos, hogy lesz még ilyen. Lesznek még ilyen szakaszok, ahol megcsinálják, mert itt szerintem ott kezdik elsősorban, ahol problémás a kafjárművek közlekedése. Ott is van egy munkagép egyébként. Ezt nézzétek, itt van a következő. Az átjáró már készen van. Peron elemek itt vannak. És hát szintén ott a munkagép. Na, tessék. Az új sinek, az új aljak. És a mindjárt lemerülő kamera aksi, de szerencsére van nálam töltő. Úgyhogy ha lemerül az aksi, az nem lesz akadály annak, hogy tovább filmezzek. És itt van a határúti végállomás. Ott jön a pótlóbusz. Onnan indul még kettő, úgyhogy majd átmegyek a túloldalra, akkor a pótlóbuszoknak a végállomását azt még fotózom. Egyébként itt lehet leszállni a pótlóbuszokról. Hát felszállni meg, de szerint a túloldalt. Na, megyek, megnézem.